Üdvözöllek benneteket, Gömri Anikó tanítónéni vagyok, az Zentai Petőfi Sándor Általános Iskolából, és ma magyarral fogunk kezdeni. Méghozzá látjátok, hogy a címről fogunk tanulni. Méghozzá nem más címről, mint a fogalmazás címéről, hiszen tudjátok, hogy jó van azért, hogy a könyveknek is van címe, filmcímek, vers cím is még sorolhatnánk. Ma a fogalmazásnak a címéről fogunk beszélgetni, hogy miért olyan fontos. És láttak három képet mindjárt. A feladatunk pedig az, hogy fejezzük ki a képek tartalmát egy-egy szóval, vagy egy rövid mondattal, és természetesen ugye az ismétlésről már beszéltünk, tehát hogy ne olyan sokszor ismételjük magunkat. Lássuk. Az első képet, ha megnézzük, két kislány van rajta, játszanak, libikókáznak. A középső képen egy cicát vittek az orvoshoz valószínűleg, és a legutolsó pedig egy kisfiú vezeti a kutyáját. Na nézzük, mit tudnánk írni az elsőhöz. Ha csak szavakról beszélünk, tehát most nem rövid mondatokról, hanem szavakról, akkor az elsőnél mindjárt mondhatjuk, hogy mi jut eszünkbe? Játék, ugye? Vagy az is lehet, hogy játszótér, öröm. Következőnél, ha már orvosról beszélünk, akkor ugye gyógyítás, vagy az is eszünkbe juthatna, hogy állatorvos, segítség, és még így tovább. A legutolsónál pedig azt írtam, hogy törődés, de lehet sétáltatás, szórakozás, pihenés, barátság. És akkor nézzünk egy-két mondatot. A játék szó alatt, vagyis az első képnél, ugye mit csinálnak? A játszótéren hintáznak. Tehát ha mondjuk nagyon rövid mondatról van szó, tehát nem írjuk benne, hogy a kislányok a játszótéren hintáznak, hanem csak röviden a játszótéren hintáznak. Nézzük a következőt. A cica vizsgálata, ha mondjuk csak egy címet adnánk a képnek, akkor mi lenne? És a legutolsónál pedig séta a parkban. De lehetne egy szóval, hogy kutyasétáltatás. Nézzük a következőt. Egy szövegrészt láthattok, és már, ha képre néztek, szerintem tudjátok is a megoldást, hiszen a kérdés az, hogy mi a címe ennek a jól ismert mesérnek. És akkor lássuk. A holló egy nagy kerek sajttal ült a fán. Éppen arra jött a róka, és nagyon megkívánta a finom csemegét. Hízelegve felszólt a fára. Te holló, gyönyörű tolladnak nincs párja, szépséget felülmúlja a többi madárét. Ha a hangod nem lenne olyan rút, akár a madarak királya is lehetnél. Rút a hangom? Rikácsolta a holló, s közben kiejtette a csőréből a sajtot. A róka csak erre várt, gyorsan eliszkolt, a könnyen szerzett zsákmánnyal. A holló pedig azóta is bánja, hogy hitt a hízelgőnek. Ezt a mesét szerintem már mindannyian hallottátok, és olvastátok is már, és mind ahogy a szereplőket is hallottuk, illetve látjuk, ugye, leírva, hát akkor lehet a címe, ugye, a holló és a róka. Nézzük az ehhez kapcsolódó kérdéseket. Válasszuk ki, és húzzuk alá, melyik cím illik még az előző meséhez. Na nézzük. Van itt ilyen, hogy a pórul járt holló, kié lesz a sajt, a holló éneke, a hiú holló és a ravaszróka, az éhes róka, a holló, a sajt. Van ilyen, hogy a sajt, és az utolsó, hogy ne higgy a hízelgőnek. Azt is figyeljétek, hogy melyik hogy van írva, és akkor nézzük. Én személy szerint aláhúztam, hogy a pórul járt holló, hiszen a róka átverte, és ő pedig éhen maradt.
kiválasztottam még a kérdést is, hogy ki lesz a sajt. Mert ha nem látnánk a mesének a többi részét, csak a címet, akkor is tudhatjuk, hogy miről lesz szó. Lehet a hiú holló és a ravasz róka, amikor kapnak egy-egy tulajdonságot a szereplők, tehát a holló az hiú lesz, a róka pedig ravasz. Lehet a felsorolás is, amikor a cím felsorolja, hogy kik vannak, ilyen szereplők lesznek majd a történetben, a róka, a holló és a sajt. És még egy, hogy ne higgy a hízelgőnek, ez egy felszólítás, ez egy ilyen fajta cím. De természetesen, ha megnézzük, akkor szinte mindegyik lehetne a címe ennek a történetnek. Nézzük a következőt. Figyeljük meg a következő címek tartalmát, tehát amikor elolvasjuk a címeket. És kössük össze a rájuk jellemző kerethez. Milyen keretek vannak, azt nézzük meg. Az első az az, hogy utal az eseményre, tehát hogy mi is lesz maga a történet. Megnevezi az esemény idejét, jelzi az esemény helyét, megjelöli az esemény főszereplőjét, és utal a főszereplő tulajdonságára. Na nézzük. Az első címünk egy név, ugye? Ha emlékeztek rá. Kinizsi. Vajon melyikhez köthetnénk? Ha Kinizsi egy név, tehát egy szereplőre utal, akkor következőhez húztam oda, megjelöli az esemény főszereplőjét. Tehát, hogy róla fog szólni a történet. Következő címünk a mókás majmok. Ez egy tulajdonságot is kiemel, tehát, hogy milyenek a szereplők, ugye? És ez nem más, mint a legutolsó, hogy utal a főszereplő tulajdonságára. Mert ott van az, hogy milyenek mókásak. Az irigy testvér szintén hasonló, szintén utal a főszereplő tulajdonságára, tehát milyen volt a testvér irigy. A következő a királyválasztás Budán. Ugye itt volt egy olyan bekeretezett jellemzés, ahol magára a helyre mutat, és ez nem más, mint az, hogy jelzi az esemény helyét. Tehát királyválasztás Budán, azt valószínűleg tudjuk innen már a címből, hogy egy esemény, király, méghozzá királyválasztás fog történni, és azt is tudjuk, hogy hol Budán. A következő a kutya, a macska, meg az egér. Na nézzük. Szintén megjelöli az esemény főszereplőjét, méghozzá három főszereplő lesz, a kutya, a macska és az egér. Következő a téli reggel. Itt nem más, mint az eseménynek az idejét jelöli meg, mikor történik télen, méghozzá reggel. Következő egy kérdés, közeledik-e a tavasz? Szintén megnevezi az esemény idejét, ugye a tavaszról. Hogyan tanultam megolvasni? Ez a következő. Ez pedig utal az eseményre. Tehát, hogy miről fog szólni a történet? Valószínűleg arról, hogy egy kisgyerek, egy kislány, egy kisfiú hogyan tanult megolvasni magát a folyamatot, és esetleg a visszaemlékezést. És a következő, a legutolsó, hogy ugorjunk árkot. Szintén az eseményre utal, hogy mi fog történni tehát magában a történetben, mi lesz maga a cselekvés, ez az bizonyos árok ugrálás. Nézzük a következőt. Figyeljük meg az alábbi címek kezdőbetűjét és az írási leket, tehát ami be van keretezve, és aztán ki kell egészíteni ez alapján a következő megállapításokat. Itt lett. A címek az előző feladathoz
kapcsolódnak, illetve abból lett kivéve a kinizsi, a mókás majmok, az irigy testvér, királyválasztás Budán, a kutya, a macska, meg az egér, téli reggel, közeledik-e a tavasz, hogyan tanultam meg olvasni, és ugorjunk árkot. Látjuk, hogy a legtöbb cím után ugye nincsen pont. Egyedül kivétel, amikor ugye kérdőjelet teszünk, és felkiáltó jelet, tehát a címek végére ezt a két jelet lehet tenni. Ugye ilyen címünk a közeledik-e a tavasz, hogyan tanultam meg olvasni, és ugorjunk árkot. Ez alapján akkor egészítsük ki. A művek címében az első szót, mint ahogy látjuk az összesnél, mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. Tehát ez nagyon fontos. Mindig nagy kezdőbetűvel. Ugye az elsőt, mint ahogy a kinizsinél, akkor alatta a, az nagybetű mókás majmok, az irigy testvér. A királyválasztás Budán természetesen, ugye a Buda az egy helységnév, tehát azt, mint már tanultuk, a helyesírásból név, tehát helységnév nagybetűvel fogjuk írni. Nézzük tovább, a cím után nem teszünk, amit az előbb elmondtam, pontot, viszont két írásjelet, igen, ami itt is láttok, felkiáltójelet és a kérdőjelet viszont kiírjuk. Tehát azokat igen. Nézzük a következőt. Adjunk minél több címet a képnek megadott szempontok szerint. Tehát látjuk a képet, amin lányok futnak, és mellette meg vannak adva a szempontok. Az első szempont a cím, eseményt nevezzem meg. Milyen esemény lehet? Szokott az iskolában is lenni, ha esetleg külön valaki jár ilyen sportra, akkor ő már tudja. Tehát a futóverseny, amikor csak az eseményt nevezzük meg. Tehát ez egy egyszerű cím. A következő szempont, amikor a cím az esemény idejére vonatkozik. Tehát egy bizonyos időt is meg kell adni. Legyen mondjuk tavaszi futóverseny. Tehát mikor történik, amikor tavasszal, tehát az esemény idejére utal. A következő szempont a cím az esemény helyszínére utaljon. Tehát az esemény tudjuk, hogy micsoda a futóverseny, de nem tudjuk a helyszínt. Adjunk neki. Futóverseny a sportpályán. Tehát ebben az esetben csak annyival bővítettük ki, hogy hol történik ez az esemény. A legutolsónál pedig a cím a szereplő tulajdonságait fejezze ki. Itt már betettem egy nevet is, és a név elé egy tulajdonságot, méghozzá verhetetlen Fanni a futóversenyen. Ez a cím alapján már következtethetünk arra, hogy ugye ez a kislány, ez a Fanni milyen verhetetlen, tehát mindig minden futóversenyt megnyer. Nézzük a következő feladatot. Szintén címet kell adni, méghozzá most nem kép van, hanem egy rövid kis szöveg. Környezetismeret órán érdekes kísérletet végeztünk. Megvizsgáltuk, hogy a mágnes milyen fémeket vonz. Ki hitte volna, hogy ilyen válogatós? Még az 5 forintos sem kell neki. Kiderült, hogy csak a vasat és az acélt vonza. Szintén vannak szempontok, ha megnézitek itt alatta. Van ilyen, hogy csak egyetlen szóval kell válaszolni, tehát egyetlen szó legyen a cím. Legyen egy bizonyos szókapcsolat, legyen egy kérdőmondat, és legyen egy felkiáltó mondat. Ha egyetlen szóval válaszolnék, én azt a címet adtam, hogy mágnes. Ha szókapcsolattal, mondjuk milyenek ezek a kísérletek, érdekes, tehát érdekes kísérletek. Kérdőmondattal, mit vonz a mágnes, és felkiáltó mondattal, pedig az lenne a címünk, hogy kísérletezzünk.
Ami a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy a cím többnyire rövid. Tehát láttátok, hogy egyik sem hosszú, mint egy mondat, tehát nem olyan sok szóból áll. Érdeklődést keltő, és elárulja, hogy miről szól a szöveg. Vagy ha nem is árulja el, de legalábbis nagyon, de nagyon utal rá. Ezzel megköszönném a figyelmeteket, és innen fogjuk folytatni.